Hát elég sok mindennel foglalkozom, igen, tehát aktív nagyon az életem. Ez érdekes, mert hogy szeretem mindkét oldalt. Szeretem a média oldalát, ami egy sokkal lazább közeg, nagyon szeretek emberekkel dolgozni, de ugye van az üzleti rész, ami úgy szintén borzasztóan motivál, és nagyon szeretem. Ugye ezt tanultam, tehát hogy nemzetközi kapcsolatokat, illetve az üzleti életet tanultam, úgyhogy nekem ez meghatározó része a fiatal koromnak is, hiszen amikor kiköltöztem Magyarországra, még 18 évesen, én már akkor belevetettem magam azért az üzleti dolgokba, saját céget indítottam, és akkor szépen lassan kezdtem így ebből építkezni. Hát mindig más befektetéseim voltak, tehát hogy éppen mi az aktuális, ugye elég sok mindennel foglalkoztam már, és akkor, hogyha valami jól működik, vagy lehet éppen abban az időszakban csinálni, akkor azzal szoktam foglalkozni. Ezek mind, bocsánat, sikeres befektetések voltak? Van, ami igen, van, ami nem. Hát ugye van, amit el kell engedni, pont azért, mert lehet, hogy az az időszak nem a megfelelő hozzá, vagy az a termék már ugye nem aktuális, úgyhogy ezek mindig változó dolgok. Hát most ugye új biznisz van. De itt az álmaidat valósítottad meg inkább, vagy pedig a trendek után mentél? Hát mindig a trendeket szoktam figyelni. Az fontos, hogy azért ne lovaljuk bele magunkat az álmainkba, mert ha már elveszni, tehát hogyha az ember csak abban hisz, hogy most emellett ki kell tartanom, és véletlenül belebukik, akkor ez nem egy jó dolog. Tehát nagyon fontos figyelni a piaci változásokat, akkor lehet az ember sikeres, és el is tudni akár engedni. Tehát, hogy el kell kezdeni teljes hívvel, dinamikusan, és mindent beletenni, és aztán, hogyha úgy tűnik, hogy már nem igazán az az időszak, ami megfelelő, akkor el kell tudni engedni. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog. Én azt gondolom, ugyanaz, mint a kapcsolatok, hogy jó kell, hogy működjön, de ha már nem működik jól, akkor... Igen. Hát de most figyelj kell, mert hogy maszkban utazol mert most. Hát ha valami trendi, akkor egy maszk az. Igen, így van. Miben különbözik a tiéd? Hát most ez egy nagyon érdekes fejlesztés volt, ugye tavaly március óta én, amióta így most nektek az egy szűrőset hoztam el, egyébként dupla szűrővel is működik, az egy könnyített verzió, tehát még könnyebben lélegezni. Mondhatnánk azt, hogy az egy ilyen rekord könnyűséget biztosít, mert hogy a piacokon lévő maszkok nagyon sok minden másban különböznek. Tehát, hogy most például mi arra jöttünk rá tavaly, hogy nem vírusmaszkok a piacon lévő maszkok, mindent ugye leteszteltünk. Nagyon jó volt a hátterünk úgy szintén, tehát elláttak nagyon sok információval, nagyon jó kapcsolati rendszerrel, tőkével rendelkezem, és ezáltal ez egy érdekes dolognak tűnhetett. És akkor, amikor rájöttünk, hogy megtaláltuk a megfelelő megoldást, kiteszteltük, ugye az öcsém volt a tervezője az egész maszknak, az volt a célunk, hogy ugye ez nagyon szépen feküdjön először is az arcon, és ne jusson be levegő, hiszen az a legnagyobb veszély ilyenkor. És a másik dolog, hogy ugye egy olyan, ezt ki is veszem nektek, megmutatom, egy olyan szűrővel láttuk el, ami egy nagyon komoly kórházi vírus szűrő. Uh-huh. És igazából ez biztosítja a lelkét a maszknak, ami azt jelenti, hogy a koronavírus és annál kisebb részecskéket is kiszűr. Ugye ilyen a piacon nem volt, nem, nincs is, tehát azóta sem egy év eltelt, és még senki nem fejlesztette ehhez hasonlót. Nagyon figyeljük azért, hogy mi történik a világban, ezért is van az, hogy most már elkezdtük az exportot, úgyhogy ezzel foglalkozunk. Kik a,